Ferencvárosi tornaklub történelmének mindig voltak nagy évtizedei, amelyről híres volt gyakorlatilag a csapat. Többek között most egy aktualitás van a 90-es években, ami hát 20 évvel ezelőtt volt, pontosabban a 90-es évek derekán, amikor a Fradi bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Alkalmam volt végigkísérni elnökségi tagként a csapatnak a szereplését, és hát én szeretném, hogyha abból a kiadványból, ami most Fűrész Attila tollából származott, néhány olyan szereplő megszólalna, aki részese volt ennek a nagy menetelésnek. Szeretném, hogyha megosztanál egy-két olyan történetet, amit még nem tudnak. Sok mindenki sok mindent tud a történetről. Mi az, ami most hirtelen eszedbe jut, amikor a könyvet a kezedbe forgatod? Hát mindenek előtt, mielőtt erre rátérnék, azért azt hadd mondjam el, hogy roppant büszke vagyok arra, hogy ezt a Fradi történetének egyik legsikeresebb korszakát játékosként a Ferencvárosban tudtam tölteni. Tehát ugye 88-tól 98-ig szerepeltem a Fradiban, és valóban ennek a korszaknak a csúcsa ez a Bajnokok Ligája szereplés volt. Nagyon érdekes, az utóbbi időben ugye, hát 20 évet volt ez a történet, sokat nosztalgiázunk, és az utóbbi időben nagyon sokszor megkérdezték, hogy én ez alatt a 10 év alatt, amit eltöltöttem a Ferencvárosban, én játékosként mire emlékszem a legtöbb, mire emlékszem a legszívesebben. És hát mindenki biztos, vagy szerintem a játékosoknak, vagy a megkérdezettnek a 100%-a, vagy 99,99%-a arra emlékszik, amikor ő eldöntött egy meccset, vagy kapusként hozta a mérkőzést, vagy mit tudom én, egy mesterhármast rúgott, és nagyon érdekes, mert én legszívesebben, akármilyen furcsa is, arra emlékszem vissza arra az időszakra, amikor én nem védtem egy percet se, és ez a Bajnokok Ligája volt. Mert hiába csak ott ültem a kispadon, ez a 8 mérkőzés, ugye a két Anderlecht elleni selejtező, illetve a maga csoportmérkőzések, ezek olyan fantasztikus élményt nyújtottak, még a kispadon is, hogy az felülmúlt tulajdonképpen utána mindent. Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy tulajdonképpen ugyan bejutottunk, de hogy tudunk kiállni a BL meccseken ilyen nagy ellenfelek ellen, amikor tele voltunk sérültel. És egy nagyon érdekes dolog állt elő, hogy annak ellenére, hogy tényleg a top csapat nem tudott pályára lépni, a sérültekkel együtt is olyan fantasztikus dolgokat produkáltatok, ami tényleg azt mondom, hogy erre már csak a nagyon idősek fognak emlékezni egy idő után. Hát ez így van, ugye kezdjük rögtön az első mérkőzéssel, az Anderlecht ellen, amikor hát egy olyan összeállításban játszottunk, hogy amely szerint még soha nem volt előtte a Ferencváros életében. Ugye hát emlékezünk csak Szűcs Visire, aki ezelőtte egy pár nappal még a harmadik kerületi TTV-ben játszott mérkőzést, és nagyon gyorsan vissza kellett igazolni azért, hogy egyáltalán meglegyünk 11-en. Hát én ugye nagyon szerettem a mezőnybe játszani, állandóan, ha lehetett, akkor ezért sem futballoztam, és hát néhány játékos egy kicsit ilyen félig viccesen, félig komolyan azt mondta, hogy tulajdonképpen olyan kevesen vagyunk, hogy a kispadon olyanok ülnek, hogy én vagyok az első számú játékos csere. Tehát tényleg emlékszem Vince Gabi, Schulz Levi, hát azok még tojáshelyi ott volt a fenekükön, és tulajdonképpen a vérkőzés végén már együtt ünnepeltük a csapatot ezekkel az ifistákkal, mert annak ellenére, hogy tényleg nagyon gyengén álltunk ki, egy fantasztikus mérkőzésen ugye 3-0-ra tudtunk győzni. Két évtizedes emlékről beszélünk, mindegyikünkben úgy él az az esemény, sorozat, ami történt, a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülés, mint hogyha ma lett volna, de sokaknak már ez történelem. Dejan Milovanovic, aki fő részese volt ennek a menetelésnek, itt van közöttünk, kezében az a könyv, amit Fűrész Attila jóvoltából láthatunk, és azt kérném Deján, hogy részben arról beszéljél, a másik pedig az volna a kérdésem, hogy ez egy olyan pozitív irányba megrázó történet volt, hogy azóta is a Fradi kötelékében maradtál, és még mindig a Fradinak teszel szolgálatot. Tehát először egy pár mondat, hogyha ami eszedbe jut éppen a BL menetelésről, és aztán egy pár mondat, hogy mi is kötött aztán végül a Fradihoz. Jó? Először is nagyon büszke voltam, hogy kaptam ilyen lehetőség az életből, hogy részt vegyek a Bajnokok Ligájába, és elsősorban a Fradinál is focizni.
tehát gyönyörű szép időszak volt, tehát ha visszamegyünk 20 évre, tehát ez lehet boncolgatni a bajnokságot és a bajnokok ligáját, de viszont nagyon nagy csapat szelleme volt, és nagyon jól éreztük magunkat. Tehát nekem sok pozitív dolgok voltak, mivel gyerekkoromban nyilván minden játékos, minden gyerek gondolkodott arról, hogy kapja az életben egy ilyen lehetőséget a bajnokok ligájában játszani. Nekem ez sikerült, és nagyon büszke voltam erre a lehetőségre. Amit illetve a második vagy harmadik kérdése, hogy most 20 éve, hogy itt vagyok Magyarországon és a Ferencvárosnál, tehát ez számomra nagy megtisztelés, hogy itt dolgozhatok, és hogy itt maradhatok. Tehát én nagyon bízom benne, hogy hosszú távra is tudom itt maradni és szolgálni a klubnak. Komár Lászlónak volt egy dala, 20 év múlva az ifjú vándor megpihen. 20 évvel ezelőtt volt egy olyan esemény, aminek te főszereplője voltál, Bajnokok Ligája menetelésnek, ami gyakorlatilag azelőtt még a Ferencvárosnál nem fordult elő, és ezt még nem tudtuk utánozni, igazság szerint. Szeretném megkérdezni tőled, hogy mi volt az a legnagyobb élmény ebben a sorozatban, vagy akár, ha nem is ebben a sorozatban, hogy idáig eljutottatok, ami benned a legjobban megragad. Érdekes momentumot ragadnék én ki, nem egy gólt, nem egy gólpaszt, nem egy sikeres cselt, hogy mi volt a kérdésedre válaszolva a legnagyobb élmény. Számomra az a pillanat volt a legmeghatóbb és a felejthetetlen, amikor az Anderlecht elleni itthoni mérkőzésen a játékvezető lefújta a mérkőzést, és tudatosult bennünk is, illetve a közönségben is, hogy a csapat bejutott a főtáblára. Én azt a robbanásszerű tombolást, ami akkor úgy történt, és kitört az emberekből, azt nem fogom elfejteni soha. Az biztos, hogy ez óriási élmény volt, és azt hiszem, hogy akkor mindenkinek könnybe lábadt a szeme. Nem csak azoknak, akik fradi szurkolók voltak, hanem egyáltalában, akik magyarok voltak. Volt még személyesen egy olyan élmény, amikor a könyv megjelenése is kötődött a Real Madrid elleni mérkőzéshez, ugye amikor november 1-én a Real Madrid itt járt nálunk, és nem tudott győzelemmel hazamenni. És ezen a mérkőzésen te is hozzájárultál, mert a saját 16-oson belül volt egy olyan megmozdulásod, ami gyakorlatilag megoldotta mindazt, amit ugye a Real Madrid győzelméhez vezető út megakadályozásában történt. Az is azt mutatta, hogy hihetetlen nagy elszántság, galázat és akarat dolgozott bennünk, és talán példaképpen fel lehet hozni, hogy nem igazából kell azt nézni, hogy ki ellen játszik az ember, hiszen nincsen lehetetlen dolog, amit az ember ne tudna komoly munkával és alázattal elérni. Én nagyon örülök ennek a mérkőzésnek is, hiszen azért azt hozzáteszük, hogy 75 percig 1-0-ra vezettünk a világhírű Real Madrid ellen, és itt volt még egy elég érdekes dolog, hogy a mérkőzés lefújása után az 1-1 elérésével a Real Madrid ugye kijutott, vagy tovább jutott a csoportkörből, és én láttam azokat a világsztárokat egymás nyakában borulva ünnepelni egy Ferencváros elleni 1-1-et. Én azt hiszem, hogy ezzel elég sok mindent elmondtam. Nagy szeretettel üdvözlöm Havasi Mihályt, aki 20 évvel ezelőtt a nagy történéseknek a motorja volt, hogy úgy mondjam, a fradi labdarúgó szakosztályának technikai vezetője, igazgatója, aki gyakorlatilag vállán vitte mind azt, amit igazából egy menedzsernek tudnia kell. És tekintettel arra, hogy elérkeztünk ehhez a megható időszakhoz, és ez az évet annak szenteltük, hogy a 20 év távlatát felidézzük. Megkérdezném is, hogy mi volt neked a legnagyobb élményed ezzel kapcsolatban? Minden perc nagy élmény volt, nem tudom külön választani. Egyik szebb volt, mint a másik, egyik felelősség teljesebb, mint a másik. Nagyon nehéz időszak volt, mert ugye várták az eredményt tőlünk, és mi azért tisztában voltunk avval, hogy
nem vagyunk világverő csapat. Jobbak voltunk, mint a többiek a magyar viszonylatban. Ugye nagyon sok múlik a szponzorokon, de azzal a pénzzel nagyon jól kell tudni gazdálkodni, tehát hatékonyan. Nem mindegy, hogy gyakorlatilag mire költi a pénzt a vezető. Nagyon nagy segítség volt minden pénz. Gyakorlatilag te is, és nagyon sok más is így segített. Baráti kapcsolatokon keresztül jutottunk nagyon komoly összegekhez. De ha kellett, akkor 100 forintért is, meg 1000 forintért is elmentünk, mert tudtuk, a kis pénz is nagyon nagy pénz tud lenni. És tulajdonképpen sok kis elemből tevődik össze. Mondhatjuk azt, hogy a Kordax volt a torta. Igen, hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen nekünk a magyar viszonylatban akkor sem volt nagyon rossz a helyzetünk, mert rengeteg szponzorunk volt, igaz, hogy nem ilyen nagy tételben, apróban, de nagyon sok volt. A Kordax azért volt igazán nagy jelentősége, mert tulajdonképpen az egész pénzt átigazolásra fordíthattuk, és ebből a pénzből csináltuk meg a csapatot tulajdonképpen. És ha szerencsénk van, akkor talán tovább is jutunk. El kell még, hogy mondjam, hogy annak idején ugye 5 játékos játszhatott idegen légiós, nekünk 6 volt, és a utolsó mérkőzésen a Zürich ellen, itthon, Kuznyecov volt az, aki nem tudott játszani, mert többen voltunk, tehát csak 5 játszhatott. Ha a Kuznyecovnak akkor, hogy ígérik a nagyjaink Magyarországon, megkapom az állampolgárságát, akkor lehet, hogy még szebbet történelmet írtunk volna. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és a másik pedig mindazt, amit tettél 20 évvel ezelőtt, és az előtti időszakban, meg az utáni időszakban. Én meg azt szeretném elmondani, hogy a mostaniaknak kívánom, hogy legalább olyan sikeresek legyenek, mint mi vagyunk, sőt, azt kívánom, hogy sokkal sikeresebbek legyenek. Minden adott ahhoz, hogy nagyon nagy csapat legyen a Ferencváros ismét. Nagyon büszke leszek minden fiatalra, aki egy téglát is lerakott ebbe a Ferencvárosba. Kell egy nagy csapat, de ahhoz, hogy eredmény legyen, nem csak a játékosok, nem csak a szponzorok, hanem egyéb elengedhetetlen tényezők is szükségesek, és közéjük tartozik nem is utolsó sorban a csapatnak a gyúrója, aki hát több, mint gyúró, aki ott élte végig az öltözőben, a meccsek előtt, a meccsek után, felkészüléskor, mindazokat, amik szükségesek voltak, hogy ezt a fantasztikus nagy menetelést sikerüljön elérni. Azok olyan idők voltak, hogy hát belegondolok, az egy fantasztikus érzés, ahogy említetted, mindjárt kezdődött Belgiumban, az Anderlecht, tehát emlékszem, tehát egy olyan közösség, csapat, tehát ez nagybetűvel mondom, hogy csapat, de ahogy mondtad, abban a csapatban a sofőrtől, az elnöktől kezdve, az mind ebben a közösségbe tartott kivételnét. Ez volt az óriási előny ennek a csapatnak, hogy valójában tényleg csapat volt. Belegondolok, mondom, az Anderlecht meccsre, hogy ott fejbe, hogy készültek, az valami fantasztikus, az a hangulat, az a millió. Érezni lehetett, hogy ott pattanásig feszül a húr. És arról nem is beszélve tulajdonképpen, hogy abban az időszakban egy borzalmas sérülés sorozaton ment keresztül a csapat. Na most ugye a sérülteken kívül, akik pályára léphettek, azok sem voltak teljesen egészségesek, de ebben nem csak az orvosnak, hanem a gyúrónak is nagyon nagy szerepe volt. Volt arra példa, hogy a Fradi Ajax meccs előtt maga bíró, maga játékvezető, görög játékvezető a derekával. Derekával kínlódott, és engem kértek meg, hogy segítsek. Tehát, hogy a derekkel meccs előtt, hát mondom, van pont elég gondom, mint egy meccs, egy Ajax meccs, és akkor még, amikor kimentek bemelegíteni, akkor kezeltem a bírót, manuálisan, tehát helyre tettem a derekát, ami egy olyan váratlan dolog volt számára, de az egészben az a lényeg, hogy ő azt hitte, valójában azt hitte, hogy én valami kárt akarok tenni vele, hogy ne ő vezesse le a meccset, hanem a tartalékbíró. Emlékszem, a tolmácsra jatta nézett, hogy mi történik velem. Na de utána az, hogy a meccs után a banketton ott áradozott, hogy azt mondja, 20 éve fájt a dereka, és levezette úgy a meccset, hogy nem fájdult meg.
Ferencváros, mindig Ferencváros volt, de ez egy hihetetlen jó összetételű játékos garnitúra volt.